kedves testvérek, kedves gyerekek! Van egy nagyon különleges, régi indián szokás Amerikában az indiánok között. Hogyha egy fiú 13 éves lesz, akkor kivitték mindig az erdőbe. Bekötötték a szemét, hogy ne is lássa, hova viszik. Ott le kellett ülni egy helyre, levették a kötést, és egész éjszaka, egy szál egyedül, ott kellett lennie az erdőben. A kisfiúk halálra voltak rémülve. Állatok jöttek, mentek. Medvék, farkasok, párkucok, különböző zajok. Néhány fiú nem is értette, hogy a szülei hogy ekkora veszélynek őt kiteszik. Aztán lassan hajnalban kezdett fölkelni a nap. Először a fák tetején látszott meg az égen, aztán lassan minden világos lett. Az indián kisfiúk körbenéztek, és álmunkban látta mindegyik, akik ott szétszorkoltak az erdőben, 10 méterre tőlük. Ott állt az édesapjuk, láncsával a kezében, nyillal a kezében, hogy megvédje a fiát. Kedves gyerekek, kedves testvérek, néha az életünkben vannak sötét pillanatok, nehéz időszakok. Amikor úgy tűnik, hogy Isten elhagyott. Amikor nem értjük, hogy miért. Mennyire fontos tudni azt, hogy a mennyei Atya ilyenkor is ott van velünk. Soha nem hagy el. Ahogy az evangéliumban olvassuk, néha az életünk hajója viharba kerül. De Jézus ott van a hajón. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy alszik, hogy nem figyel. De aztán az utolsó pillanatban fölkel és parancsol a szélnek. Zsoltárban is így halljuk, ha halál sötét völgyekben is járnak, te velem vagy. A te vesződ és pászkörbotod megvigasztalnak engem. Ahogy a bárányok, hogyha besötétedik, nem látják a pászkört. De érzik a pásztor botjának az érintését az oldalukon, és megnyugszanak. Kedves gyerekek, ti is tudjátok mindig, bármi történik, Isten nem hagyott el, velem van. Talán a nehéz pillanatokban van a legközelebb. Hadd mondjak el egy másik életpéldát, egy fiatal lányról, aki nagyon-nagyon sokat szenvedett a szülei válása miatt. Mert ez a vállás nagyon csúnya volt, rengeteg vitával, beszélgetéssel, kiabálással. Az édesanyja rengeteg sebet kapott. A lánynak is már nem látszott ez kívülről, de a szíve majdnem megszakadt, hogy ezt végig kellett élnie. Őt nem nevelték vallásosan, egyáltalán nem jártak templomba. Nem tudott, hol menedéket vigasztalálni. Egyszer aztán elhívták egy lelki gyakorlatra, 3 napra. És a lánya lelkemén azt mondta, hogy Istenem, ha létezel, kinyújtom felé a kezemet, fogd meg, segíts. Abban a pillanatban érezte, hogy hatalmas erő és öröm járja át, hogy valaki van a túloldalon, aki meghallotta a kiáltását, és megfogta a kezét. Néhány nap alatt ez a lány hívő ember lett. Kérte, hogy megkereszteltethessen, aztán elsnározó lett, bérmálkozó lett. És utána egy döbbenetes dolog történt. Alig 3 hónappal a bérmálás után egyik reggel a lány érezte, hogy nehezen tud megmozdulni. Kiderült, hogy egy rettenetes betegség támadta meg, szklerózis multiplex. Lassanként már csak bottal tudott járni, most már tolószéken ül. A lány megdöbbent, hogy ez Isten válasza. Arra, hogy ő pont most ért meg, pont most adta oda az életét. De néhány nap vívódás után lelkemében azt mondta ki, hogy Isten tehet, amit akar. Ő az én szívem királya. A mi kapcsolatunkba ez is belefér. Cselekedjen bátran, ahogyan ő akarja.
Ez a lány nem veszítette el a hitét. Az arca ma is ragyog. Kevés nála ragyogó arcot lehet látni. Egy alkalommal azt is mondta, hogy talán ez a kereszt olyan az életében, mint egy titokzatos lámpatartó, hogy a benne levő fény még jobban világítson. Egyik alkalommal meghívtuk őt egy börtönbe. Édesanyja ugyanis egy fiatalkorú börtönben nevelőd. Megkértük, hogy beszéljen a hitéről. Nagyon sok kemény arcú és sebzetlen férfi jutott. Bejött ez a lány, bottal a kezében, szép lassan tudott odaérni, megfordult. Elkezdett beszélni, alig telt el egy-két perc. Szinte minden rabnak folytak a könnyei. A lányból döbbenetes erő árad. Kedves testvérek, a keresztből élet fakad. Ahogyan a szőlőszemeket is meg kell törni, ahhoz, hogy por lehessen belőle. Ez így van az életünkben is. Az Úristen néha kénytelen minket megtörni, a keménységünket elvenni, alázatosabbá tenni, együttérzőbbé. Néha nehéz emberek által teszi. Ahogy Jézus nyilvános működése alatt is ott voltak a farizeusok. Ott volt vele 3 éven át Júdás. Meg kell törednünk az életünk folyamán. Tudom ezt hittel, szeretettel fogadni. Nem megkeseredni, hanem elfogadni, hogy ez az életem lámpatartója. Mai ünnepen erre emlékezünk. Jézus keresztjéből élet fakad. És gondolunk arra is, hogy ennek a templomnak a történetében ugyanez történt. A templomot meggyalázták, de utána Isten kegyelméből és sok jó akaratú embernek a szeretetéből újra föltámadt, újra megszépült. Imádkozzunk a mai napon azért, a világban újra és újra ismétlődjön meg Jézus keresztjének a csodája, és a háborús szörnyűsége után, a nyomor és sok-sok szenvedés után, Isten kegyelméből, emberek jó akarata belátása által szülessen meg a Földünkön újra és újra a béke, a szeretet országa.